A világon két magyar nyelvű hivatásos opera van, a budapesti és a kolozsvári magyar opera. Bár Kolozsváron már több mint 225 éve létezik hivatásos zenés színjátszás is, de önállóan 1948 óta működik önálló adminisztratív intézményként is a magyar opera. Ez a legrégibb hivatásos magyar színház, a budapesti körülbelül 30 éve később jött létre. A két intézmény között az utóbbi időben, hál' Istennek, nagyon szoros jó kapcsolat létezik, ami szinte nem mondható el az elmúlt 200 évre. Folyamatosan járnak hozzánk mostanában magyarországi budapesti művészek, és a mi művészeink is gyakran lépnek fel a budapesti operaházba. A repertoárt az igazgató dönti el, de ez nem egy önkényes döntés. Mindig nagyon sok konzultáció, nagyon sok beszélgetésnek az eredményeként, és mindig szem előtt tartva az operának a művészeti stratégiáját. Ugye mi igazán nem csak opera vagyunk. A mi repertoárunkban egyaránt jelen vannak az egyetemes operaiodalom nagy művei, szinte mindenik, amelyik fontosnak számít. A kolozsvári magyar opera mindig is büszke volt arra, hogy egy nagyon nagy repertoárt visz. Ennek nagyon sok oka van, egyfelől ugye az a szerepkör, amit az opera betölt, hiszen nagyon sokféle szerepkört kell betöltenie. Be kell töltenie például azt a szerepkört, hogy az úgynevezett kötelező olvasmányokat játsza, azokat az alapértékeit az opera műfajnak, amelyek minden fiatal emberhez el kell jussanak a tanulmányai során. Fontos, hogy lássuk a apukát, anyukát, amint két gyerekkel eljön az operába, mi az, amivel az a két gyerek először találkozik, vagy másodszor, vagy harmadszor. Tehát ez az egyik nagyon fontos hivatás, amit az operának be kell töltenie. Az opera egyben a nemzeti kultúránknak az egyik fontos centruma. Tehát nagyon fontos, hogy a magyar repertoára lehető legszélesebb körben legyen jelen. Ilyen formában van az, hogy éveken keresztül az egész Erkel életmű repertoáron volt, az egész Bartók életmű, az egész Kodály életmű, és ez hallatlanul fontos. Sőt, tavaly előtt még arra is jutotta az energiáinkból, hogy olyan történeti értékeket, mint például a Ruzicska Béla futása című műve, ami ugye az első magyar operának számít, első fennmaradt magyar operának számít, ugye azt is színpadra vigyük. 90 után műsorpolitikai meggondolásból folyamatosan műsorra tűzünk kortárs magyar zeneszerzők alkotásait is, ezt senki nem teszi a Kárpát-medencébe, hogy minden évben legalább egy mai szerzőnek a művét színpadra visszük, de nálunk legalább olyan hangsúlyos az operettjátszás, mivel egyedüliek vagyunk Erdélyben, Romániában, ezért mi bevállaljuk a magyar nyelvű zenés színháznak valamennyi műfaját. Tehát ugye az operett nélkül nem elképzelhető a mi repertoárunk, szinte hetente legalább egy ilyen előadást tartunk. De az utóbbi időkben műzikelek bemutatásával is foglalkoztunk. Folyamatosan szem előtt van a gyerekeknek a gyerekek ízlése szerinti bemutatóknak a színrevitele. Ez is évente, két évente legalább egy ilyen címet bemutatunk. Három
alkalmazott karmesterünk van. Megpróbálom etikusan megoldani azt, hogy mindenki egy formán jusson különböző műfajoknak a vezéléséhez. A rendezőket főleg kintről hozzuk, bár van saját rendezőnk is, de valahogy adja magát a szakma. Amikor a Budapest Operázzal beszélünk, ők javasolnak rendezőket, hogy fogadjuk el ezt, és általában ezek jól működnek. De van külső állandó munkatárs rendezőnk is, mint Selmeci György, aki vezényel is nálunk, de ugyanakkor rendez, meg egyfajta művészeti tanácsadóm is. Igazán a repertoár összeállásában az ő véleményét is nagyon gyakran meghallgatom a saját kollégáim mellett is. Mindent eredeti nyelven játszunk. Ha őszinte vagyok, akkor azt is hozzátettem volna, hogy sajnos. Viszont ez akaratunk ellenére alakult ki, hisz az opera énekesek, aki úgy énekel, hogy Európa szintű, világszínvonalú, azok már, mivel a különböző címeket különböző hetek, hónapok alatt több más világ, Európa több más városaiban éneklik, és minden más helyen eredeti nyelven éneklik, ezért nekünk is alkalmazkodni kellett ez a szokáshoz, vagy ez a helyzethez, hogy a műveket eredetiben énekeljük. Szerettem volna az, hogy bizonyos műveket magyarul játsszuk. A Wagner bemutatónk a Szerelmi Tialom esetében sikerült az, hogy ne németül, hanem magyarul bemutatni, de a művészek egyszerűen nem hajlandóak magyarul is megtanulni, mert nem tudják váltogatni. Valós vagy valótlanul azt is mondja egyik-másik, hogy a magyar fordítások nem elég jól énekelhetőek, más, amikor a zeneszerző úgy írja meg azt a dalt arra a szövegre. Ezt én nem fogadom el teljes egészében, viszont egyedül nem tudunk a széllel szembe menni. Budapesten se énekelnek magyarul már egy operát se, de Pozsonyban se szlovákul, vagy Bécsben se németül az olasz operát. Mert rengeteg szempont játszik közre abban, hogy végül is egy szereposztás hogyan alakul ki. Ugye minden társulat óhatatlanul rendelkezik, ugye nemzetközi szintű énekesekkel, első vonalbeli, másodvonalbeli énekesekkel, és ezek még mind professzionálisak. Tehát szerencsére a kolozsvári Magyar Operában a másodvonalbeli énekesek is egy nagyon magas szakmai színvonalat képviselnek. Tanultak, ugye zeneileg képzettek, az irodalmat ismerik. A szereposztás kérdése egy kényes kérdéskör, és érdemes megvizsgálni rendezői szemmel, érdemes megvizsgálni karmesteri szemmel. Nem mindig vágnak egybe ezek a szempontok. Nagyon gyakori az, hogy a rendező hüledezik, mert a karmester ragaszkodik egy olyan énekeshez, aki, hogy finoman fogalmazzak, nem nagyon ügyes a színpadon, ugye, és kevés elhitető erővel rendelkezik, kevés színészi eszközzel rendelkezik. De a karmester is a haját tépi, hogyha a rendező áteröltet valakit, ugye, aki talán érdekes színészi alakítást nyújt, de a zenei teljesítménye, vagy a vokális teljesítménye elmarad a várakozástól. Az is pontosan úgy rongálja, hogy úgy mondjam, a színházi vagy operai élményt, mint az ellentetje. Ebből is látszik, hogy milyen hallatlanul nehéz és kényes feladat egy szereposztásnak a létrehozása. Fontosak a sztárok. Itt tetszik, nem tetszik, még ha ez rosszul is szól, de az opera műfajában a sztárok fontosak, mert ők hozzák be a közönségnek a jelentős részét. Jól tudjuk, mi ezredszer játsszuk a Rigolettót, valószínűleg nem azért jönnek be az emberek, ha megtudják, hogy aztán megölték Gildát vagy se, hanem mert éppen Miklós Erika énekelte két héttel ezelőtt, és abban a pillanatban megtelt a ház.
Körülbelül 70 címet teszünk-veszünk az évek folyamán. Ebből 28-30-at játszunk egy évadba, de amit körülbelül 70-et tudunk bármikor elővenni kisebb-nagyobb erőfeszítéssel. Vannak olyan díszleteink, amiket az elődeink jól kitaláltak, azok hosszú évtizedek óta élnek, például Hunyadi László, amit 1960-ban terveztek, és ahányszor előkerül annak az ötlete, hogy újat csináljunk, akkor mindig a maga díszlet lebeszél róla, hogy ennél jobbat nem valószínű, hogy ki tudunk találni, nem érdemes ezt elbontani, de ilyen régi díszletünk a Toszka is, amelyik előadás bírja a történelmet, azokat nyilván eltesszük, nem bontjuk el, raktározzuk, nem könnyű jó állapotban raktározni őket, de hát ez a mi műszakunknak a feladata, és ezt el is végzik. És így tudunk repertoár színház maradni. A legszerencsésebb dolog az, hogy a rendező dönti el, hogy kivel fog dolgozni, ki lesz a díszlettervezője, ki a jelmeztervezője, ki a koreográfus. Igen, képzőművészként úgy érzem, szerencsés vagyok, mert úgy kerültem bele az opera világába, a színház világába, hogy eljött hozzám Selmeci György rendező, és megkérdezte, hogy az álmatlanság falait kifestette. Nem csinálna nekem egy díszletet. Tehát így kerültem képbe az operánál, így lett az első díszletem, a Pikó herceg. A rendezők általában két-három jelentős tervező személyiséggel élik le az életüket. Nem nagyon tudunk olyanról, aki produkcióról produkcióra váltogatja a hozzá kötődő tervezőket. Tehát általában munkaközösségek, grémiumok alakulnak ki, amelyek sok éven keresztül érvényesek. Többnyire a rendezők egy kiforrott ötlettel jönnek, egy kidolgozott ötlettel, megvannak a képi világhoz is a elképzeléseik, konkrét képeket kérnek tőlem. Meg kell rajzolni egy olyan szinten, hogy utána egy asztalos műhelybe tudják legyártani, egy heggesztő műhelybe, vagy vasas műhelybe tudják legyártani azt a lépcsőt, azt a falakat, az asztalosok. Utána színminták, meg pontos festmények, amik felkerülnek a festődébe, meg kell tudják festeni. Technikai rajz elkészítése után, ha a műhelyek elfogadták, ki kell találni a díszletnél a funkcionalitást, ami a legfontosabb, tehát tudják is használni azt a díszletet, ne essen senki fejére semmi, mert nem jó dolog, ne szakadjon le az a lépcső. Ugyanakkor nagyon pontos kell legyél, ki kell számoljad, ki kell ötleteljed, meg technikailag meg kell oldjad a problémát, hogy az ajtó nyíljon, az ablak nyíljon, a széknek a lába ne törjön ki, mert ilyen is történt a Kolozsvári Színházban, tehát hogy játék közben kitört a széklába, tehát erre is oda kell figyelni. Ugyanakkor a díszlettervező a kellékeket is meg kell tervezze, ami apróságok, de kell egy láda, kell egy akármi, azt ki kell találjad, azt is ugyanúgy
Itt például egy ládák vannak. Tehát annak a kornak megfelelő, itt van egy tora. Azt is meg kell tervezni, tehát hogy gyártsák le, hogy esztergálják ki, milyen papírt teszel rá minden előadásnál. Elszakítják ebbe az előadásba például, tehát újra kell fűzni, újra kell csinálni. Mit mondhatok? Leonsz és Léna egy 2004-ben készült Vajda János kortárs zeneszerző munkája után. Ezt például üvegekből készítettem, rendes sörös üvegekből, boros üvegekből. Feladtunk egy hirdetést a Szabadság nevű napilapba, és a nénikék hozták netszekbe több mint 3500 üvegre volt szükségem. Abból készült az üveghegy, abból készült a szökőkút, abból készült a unikumos üvegből az országalmája, meg a jogar. A díszletesek először ki voltak akadva, hogy elvágják a kezüket, és hogy mi ez, hogy nem tudom is, hogy visszakérdeztem, jó, de a kocsmában, amikor söröztök, nem vágjátok el a sörös üveggel a kezeteket? Mondták, nem, akkor ebben se fogjátok elvágni. Én úgy érzem most is, hogy egyik legjobb díszletem volt. A díszlettervező együtt kell dolgozzon egy csapattal, ami jelenti a jelmeztervezőt, a rendezőt. Úgy kell kitaláld a színvilágát a díszletnek, hogy a jelmezek éljenek benne, ne tompítsa el a jelmezeket, sőt, ne eltompítsa, hanem kiemelje a jelmezeket. Van, amikor korban szeretné tartani a rendező a művet, tehát hogy korhű jelmezek legyenek, akkor nyilván az a dolgom, hogy utána járok, utána nézek, hogy viselettörténet, tehát hogy abban a korban, hogy mi volt jellemző. És ilyenkor egyébként, tehát mindig az első, tehát legalábbis én úgy működöm, hogy a jelmeztárakat, jelmezraktát is megnézem, hogy mik azok a jelmezek, amiket esetleg fel tudunk használni, vagy némi átalakítással, amit tudunk használni az előadásban. Amennyiben egy modern rendezésről van szó, akkor ugyanúgy kutatok, utána járok, utána nézek, mindenképp, tehát hogy nyilván a szövegkönyv az elsődleges, amiből elindulok, és a rendezőnek a koncepciója alapján. Ezután kezdődik egy kutatási folyamat, ezeket megmutatom, felmutatom és elmagyarázom, hogy én ezt hogyan látom, és hogyan tudnánk ezt megmutatni, tehát ebben a világban, ebben a millióben, hogy én ezt hogyan képzelem el. Az előtanulmányok az abból indul, hogy az adott kort próbálom feltárni, tanulmányozom, ami általában, tehát az volt a koncepciója, tehát jelen esetben a történetnek, hogy visszanyúlunk az eredeti jelmezekhez, tehát akkor ezeket próbálom így előkeresni, hogy mik voltak a jellemzetes, jellegző ruhadarabok, hogy mit viseltek abban a korban. És akkor ebből, tehát innentől van nekem egy alapom, tehát ezeket mindig megmutatom a rendezőnek, hogy én ebben gondolkodom, és akkor van egy viszonyítási alapunk, amitől
utána el tudunk térni nyilván. Hogy akkor most ez a színvilág, vagy hogy ez a díszesség, vagy az egyszerűbb, attól függ ugyanúgy, hogy milyen karaktert öltöztetünk. Hát, hogy ezek ilyenek. És van ebből egy csomó, tehát nagyon sok ilyen gyűjtésem van, tehát ez most még nagyon kevés is ahhoz képest, amennyit szoktam gyűjtögetni. És utána pedig következik az, amikor már megrajzolom konkrétan a szereplőre a jelmezt, ami már az előző tanulmánynak valójában az egyszerűsített, vagy lecsupaszított, vagy letisztultabb formája. Tehát, hogy megvan az akkori magyar viseletnek a jellegzetes vonalai, de viszont mondjuk anyagválasztásban is eltér, tehát hogy picikét inkább mai, tehát hogy nem ragaszkodtunk ahhoz, hogy olyan anyagokat használni, de viszont, hogy azt a hatást, tehát azt a kornak a jellegzetes formáit megtartani, de viszont egy picikét maibbá varázsolni, tenni. Mint hogy ugye, hogy itt például egy csíkos zoknit ide tettem, ami nem volt jellemző, ugye, vagy hogy a mellények is például, hogy nem ilyen rövidek voltak, tehát hogy egy csomó dolog, ami tehát nem egy az egybe, de viszont hangulatában hozza azt a milliót, azt a hatást, amit szeretnénk. Amikor már a tervek megvannak, akkor onnantól, illetve már párhuzamosan, amikor már kialakultak a tervek, akkor ugyanúgy a Varodával egyeztetek, a Varoda főnökökkel, hogy mit, hogyan tudunk megvalósítani, hogy milyen anyagokra van szükség, mert ez ugyanúgy nagyon fontos figyelembe venni, főként, hogyha egy operáról beszélünk, tehát énekelnek a művészek, tehát azt is figyelembe kell venni, hogy az kényelmes legyen, hogy ne legyen nagyon magas galléró, vagy tehát, hogy ne legyen kényelmetlen, hogy tudjanak énekelni, hogy ne zavarja őket. Attól függ, hogy milyen mozgás van, mert van, amikor statikusabb, egyszerűbb mozgásvilág van, van, amikor viszont sokkal mozgalmasabb, tehát még az énekes részéről is. Akkor viszont ahhoz kell alkalmazkodnom, hogy akkor olyan legyen a jelmez, ami tudja a mozgást követni, tehát ugyan, hogy ne legyen zavaró. Nekem az a dolgom, hivatásom, hogy a karaktert a jelmez segítse. Az utóbbi időben ugye, hogy nagyon sok rendező azt kéri, hogy időtlen, kortalan jelmezeket tervezzek, tehát ez valamiféleképp az utóbbi időben így egy kicsit trendi. Ami nem gond, én mondom, nagyon szeretem azt, hogyha eredeti korhű jelmezeket kell készíteni, mert az egy nagyon nagy kihívás, de ugyanakkor ez is egy nagy kihívás, mert akkor az eredeti korhű jelmezeket kell valamiféleképp maibbá tenni. Általában ezt azért szokták kérni, hogy közelebb hozni a nézőhöz valójában a történetet, azáltal, hogy látványvilágában is egy picikét leporosítva, úgymond, tehát, hogy nem a régi klasszikus jelmezek, hanem akkor az is egy kicsit legyen frissebb, mert hogy ez iránt van igény, ugye, hogy az előadások is egy picit frissebbek legyenek, maibbak legyenek, hogy mind a fiataloknak, hogy tetszetős legyen, hogy a fiatalokat is, hogy az operaházba be tudják vonzani. Két mérvadó főpróbának mindenképpen meg kell előznie a bemutatót. Ott már a rendező azt érzi, hogy tehetetlen, már változtatni nem tud tulajdonképpen. Tehát az, amikor leválik a produkció a rendezőről, ugye az egy nagyon komoly lelki vagy idegrendszeri próbatétel a rendező számára. Ezt ugye én tanúsíthatom.
De mondom, ez is alkatkérdése. Vannak, akik hideg fejjel eleve úgy készülnek, hogy egyszer csak el kell engedni a kedves gyermeket, ugye, a produkciót magát, és vannak olyanok is, akik az utolsó percig még küzdenek, hogy ezt vagy azt, vagy apróságokat még javítsanak rajta, sőt, olyanokat is tudok, a saját baráti körömben is vannak ilyen nagyszerű rendezők, akik aztán figyelemmel követik az előadások alakulását, és előadásról előadásra kis módosításokat eszközölnek, és még mindig küzdenek. Ugye ez különösen az operában nagyon izgalmas, ahol olykor egy produkció 10-15-20 évig repertoárról van.